Áldás békességet kívánok! Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. részének 9. versétől a 26. versig terjedő szakasza már a mára rendelt ige szakaszunk. A szakasz első verseit olvasom. <kül> Mivel pedig közben sok időt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Veszélyes lett a helyzete az utazóknak. <kül> az évszak, az időszak, amelybe kerültek, jutottak, nem kedvezett a hajózásnak már. És Pálapostól nyilván nem először van hajósok között, és hajón utazóként tudja azt, hogy vannak veszélyes helyzetek, idők, vizek. Figyelmezteti az apostol a velelévőket, a vezetőket. Veszedelmes lenne a hajózás. Testvérek ismerek ilyen vakmerő keresztjéneket. Mindenre van igényük. Aztán, ha becsődölnek, na akkor lesz kapkodás és segítségkérés a józan észt is az Isten adja nekünk. A Szentlélek vezet akkor is minket. Ha becstelenség nélkül és emberi értelemmel belátható a lehetőség, akkor meg kell csinálnunk. A tépelődés és a vakmerőség nem a Szentlélek vezetését mutatja. Legyetek józanok! És mindenki veszélybe került, mert kitölt egy szél, hirtelen támadt szél, és tartós maradt, és a századosnak kell dönteni. Megyünk tovább. Miközben szól egy józan hang, és mégis mennek. A szakemberek, a tanácsadók segít, segítenek a döntésben. Kik ők? a szakember, a kormányos, meg a pénzember, a hajó tulajdonos. Ma is sokszor őket kérdezzük. Jól megy a hajó? A szakemberek mit mondanak? A közgazdászok mit mondanak? A pénzemberek mit mondanak? Hát egy darabig. És aztán kitör a szélvész, és rájuk csap a vihar, és mindent ki kell dobni, mindentől meg kell szabadulni. Testvérek, a pogánság mindig anyagi veszteséggel jár. A kereszténység olcsóbb lenne. Hallgatni pára, maradjon a hajó is maradna a hajó is, meg a rakomány is. Nem, megyünk. És se ég, se föld nem látszik. Nem hallgattunk a józan szóra. Isten megpróbál bennünket. De Pálapostól tudja, hogy egy szigeten kell kikötni. Szigetre kell kiérni. Amen.